Üdvözlöm, kedves Bhakti Yoga csoport tagok, Hare Krishna. Nem sokára kezdjünk, aki szeretne megtudni egy kicsit többet, egy teljes képet kapni a Bhakti Yogáról, illetve mi a karma, ki a lélek, mi ez a lélek, ki az Isten, mi az idő, és mi az anyagi energia, anyagi világ, hogyan kapcsolódnak egymással, melyiknek hol a helye. Ezek minden fognak megtörténni, mindjárt meg is beszéljünk a dátumot, egy pillanat, és akkor, amikor lehet majd csatlakozni, ez 14. 19 óra, január 14-én kezdődik, és majd itt a csoportban a segítőim kiraknak egy jelentkező linket, amelyeken lehet majd jelentkezni, és akkor elkezdjünk. Hogyha valaki szeretne, múltkor tavaly, most már tavaly mentünk ezen a kurzuson, és nagyon sikeres volt, akik részt vettek, akkor elégedettek voltak. Aztán utána majd lehet menni tovább, és tovább. És ugyanakkor igen, úgy lesz, hogy körülbelül 10 alkalom szokott lenni, hogy egyik alkalom az az elmélet, másik alkalom a gyakorlat, ahol tanulunk mantra meditációra. És mert végül a cél nem csak egy elmélet tudást kapni, hanem olyan tudás, ami segítségével bölcsévé válunk, és sőt, menjünk tovább, hogy legyen lelki élmények. Szóval egy hiteles lelki gyakorlatokat tudjunk gyakorolni, és nem csak elméletet halljunk. Jó, és most gondoltam, akkor egy pár gondolatot Bhagavad Gita-ról beszélünk. Közben-közben itt nézegetek. Aha, igen, itt lehet írni kommenteket. Tudok most figyelni. Akkor ma, mai téma, amit látjátok itt megnevezéskor, a karma meghatározza a gondolataid, és itt a gondolatmenet, ami van Duryodhannak, a Bhagavad Gita elején, ötödik, hát már kicsit korábban kezdődött, harmadik verstől, és akkor itt van ötödik, hatodik, hetedik, és így tovább, ameddig ő beszél, ez elárulja az ő gondolatait. Itt most sorolja fel az ellenséget, Tristakyetu Csakitana, Kasirágya Csavirjeván, Purujit Kuntiborzsa Csá, Sábescsá Narapungavá. Utána megy tovább, Ütományuscsa Vikranta, Utamocsescsa Virjeván, Szubadrodrópadéscsa Szárvaéva Maharata. Lényeg, hogy itt már múltkor beszéltünk a félelmet, az ő félelmet árulja el, az ő gondolkodás, de ugyanakkor az ember milyen életet él az előző életben, milyen tetteket végez, ezzel kapja megfelelő szamszkárokat, szóval amilyen tettet végeztél, ezzel alapozol a memóriába, a finom fizikai testbe egy gondolatot. Szóval eredményként ami gondolataink egy ilyen kis fájlokat hagy a tudatalatiba, ami majd a jövőben aktiválódik, és ez kibontakozik, és ez lesz a gondolat. Szóval az embereknek hogyha mi mondjuk egy alapba valakinek van karakterje. Karakter ez a tulajdonságot, a gondolkodás, most pozitív-negatív ember lesz, ez a viselkedést a tulajdonságokkal együtt, a vágyokkal együtt,
szándékkal együtt. Ez alap, ha csak egy alap dolgot fogjunk, akkor ez már egy beprogramozott dolog, a karmának a következménye. Ezért lehet gondolni, miért egy ilyen, egy gyerek vagy egy ember így gondolkodik, másik máshogyan gondolkodik, azért, mert van meghatározó és kontrollálja a karma az emberek a gondolkodást. És akkor itt látjunk, mivel a Duryodhannak volt negatív karmája, bűnös, akkor neki ateista gondolatai vannak. Majd szembe fogunk nézni vele Arjunát, aki meg tudja, neki is, hát ő képviseli minket, először nem egy pozitív gondolatok vannak, de amikor ember nem akkor érti, hogy ahogy én gondolok, ez nem jó, mert mindig ugyanolyan rossz eredmény lesz, ez már egy bölcs, de ahhoz, hogy megváltoztassam a gondolkodás, megváltoztassam a karmát, ahhoz kell megfelelő tudás. Megfelelő tudás ad nekünk szabadságot változtatni a gondolkodást. A gondolkodás, ahogy a karma kontrollálja a gondolkodásunkat, ugyanúgy a gondolatok kontrollálják a cselekvést. Észrevettétek, hogy általában nem, ember nem gondolkodik egyféleképpen, más hogyan cselekszik, mindig először van a gondolat, és gondolat kontrollálja a cselekvést. Szóval, hogyha mi meg akarunk változtatni, akkor a tudással változtatjuk a gondolatot, a cselekvés, és akkor így megváltoztatjunk a karmát. És akkor itt látjunk, hogyha nincs tudás, a Duryodhan nem kíváncsi tudásra, akkor jó, akkor mész tovább a forgatókönyve szerint, és akkor lendület viszi. Szóval automatikus a reakció, az mindig karma szerint történik, és akkor nincs szabad akarat, szabad a gondolat nincsen, hanem az már meg van írva, meg van szabva, hogy te hogy fogsz csinálni, és akkor Duryodhan így csinálja. Arjuna nem fogja így akarni, majd fogunk tanulmányozni, hogyan ő csinálja. Oké, akkor 14-én 19 órától várunk, aki szeretne majd jelentkezni, majd fogtok kapni itt a csoportban, ahogy mondtam elején, a jelentkező linket, akkor majd ott találkozunk, várunk benneteket. Mert tudjátok mi, ha legyen több idő, ne legyen most 14, hanem egy héttel később, mindjárt nézzünk, akkor ez hányadika lesz, jó, és akkor még posztba is kiírjunk, akkor legyen 21, kezdjünk 21, akkor legyen idő mindenkinek még jelentkezni, és akkor persze kis rövid videókat itt folytatjunk a csapatunkban. Oké, rendben. Jó, megnézem, hogy van-e kérdések. Itt a nálunk. Nincsen, csak van egy Hare Krishna, Hare Krishna. Marianna. Oké. Nincs több dolog, kérdés. Akkor majd folytatjuk. Na, egy pár nap múlva újra itt találkozunk. Oké. Szép estét kívánok mindenkinek, Hare Krishna.